Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Ma is egy érdekes témával foglalkozunk, ez az Önkormányzatunk szóban forgó című önkormányzati magazinműsora, és Önök már megismerhették a televízióban és a rádióban is Sipos József gazdát, illetve Sipos József címzetes egyetemi docenst, aki nem csak tanít, de maga is gazdálkodik, és ígértük egy előző adás alkalmával, hogy a kártevőkről, a rovarokról is részletesebben beszélünk, ezért vannak itt mellettünk ezek a tárolók, tehát kitérünk majd erre is, de kitérünk arra is például, hogy a növényeink, amelyek a kertünkben teremnek meg, vagy az utcákon, mitől betegek adott esetben, és hát most aktuális, ez a dió nagyon furcsán néz ki, szeretném átadni neked, és a nézők látják, hogy itt a fekete dió, mitől fekete ez a dió most? Szeretettel és tisztelettel köszöntelek kedves Lúcia és a kedves kollégákat és a kedves televízió nézőket is. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek. Nekem szívem csücske szarvas, mindig is gyerekkoromban az arborétum világa, a város szépsége mindig betöltötte a lelkemet. Szeretett szüleimmel többször voltunk itt a városba, és nekem szarvas mindig az arborétum indulópontját jeleníti, hiszen az év minden pillanatában olyan csodálatos környezetet ad, és büszke lehet a város arra, hogy Magyarország közepe itt található, a nagy Magyarország közepe, a történelmi Magyarország, és egy ilyen csodálatos égköve van ennek a városnak, vigyázzanak rá és óvják, védjék a szarvasiak ezt a csodálatos helyszínt. Ahogy te is, úgy én is járom az országot, és érdekes módon egyre inkább megüti a fülemet, hogy ó, hát amikor ott voltunk szarvason, meg hogy visszatérő vendégek vagyunk szarvason, nagyon szeretjük a Körösök vidékét, tehát köszönöm neked, hogy te is visszatérő szakértőnk vagy örömmel, itt a televízióban. Még ha egy kis gyerekkori emlékemet szeretném megosztani, mindig az volt bennem, hogyha szarvasra jövök, akkor keresem a szarvast. Mindig mondtam édesapámnak, hogy édesapám, akkor menjünk most szarvast keresni. Tehát ugye az volt bennem, hogy azért hívják szarvasnak, mert itt szarvasok vannak. Ugye ez is egy gyerekkori kis emlékek. De dámszarvasok vannak ám a környéken, például dámszarvasok is. Igen. Amellett, hogy rengeteg az őz, nagyon sok a nyúl a fácán, és hát ha már a szakmádra térünk vissza, sajnos az őzek, a fácánok, a nyúlak károsítják a szántóföldi növényeket. Ez így van, egyre nagyobb gondokat okoznak. De ők is miközben szeretjük őket, de hát igen. A mezőgazdászok nem annyira, nagyon komoly kárt tudnak, tehát nagy a vesztesség miattuk. Óriási gondokat tudnak, ha felszaporodik egy-egy rudli, de rudli azt jelenti, hogy téli időszakban ugye összeverődnek ezek az őszek, dámszarvasok, és akkor vonulnak, taposnak, rágnak, tipornak, elég komoly gazdasági károkat okoznak, vagy a nyulakra gondoljunk, ugye, hogy a kelő napraforgó növényeket, például mint a gép, sorban rágják lefele, és nagyon komoly gazdasági károkat okoznak. A fácánok ugyanígy a kelő napraforgó, kelő kukoricaszemeket összedik ki a talajból, és komoly gondokat okoznak, de nem szabad elfeledkeznünk a vetési varjaknak a jelenlétéről sem, hiszen a környékben is biztos vannak kolóniák, ahonnan, mint védett madárként, károsítást hajtanak végre. De a vasút mentén nagyon sokan vannak azért, mert ott sok az elszórt mag. Így van, tehát az utak mellett, vasutak mellett láthatóak ezek a kártevők, mert igazából ők is károsítók, kártevők, de ők is a élővilágnak a fontos egységét jelenítik meg, hiszen akár a dám, őz és a nyúl és a fácán nagyon fontos vadászati nemzetgazdasági értéket képvisel, hiszen vadászati értékük nagyon fontos, hiszen a vadásztársaságoknak nagyon fontos bevételt jelentenek ezek a vadászati trófeák, amit mondjuk ezek a őzek és a dámok képviselnek. De említetted, és a kezemben van ez a dió, amit szeretnék megmutatni. Az elmúlt évben különösen nagyon komoly gondként jelenik meg a nyugati dióburok fúrólégynek a jelenléte. A megváltozott környezeti feltételekben újabbnál újabb kártevők jelentek meg hazánkban is, hiszen gondoljunk vissza, 30 évvel ezelőtt itt szarvason se kellett a diókat permetezni. Ez a kártevő olyan komoly gondokat okoz, hogy kérdésessé válhat a diótermesztésnek a folyamata. A dió telepítés tekintetében három variáció van. Van az egyik, az utak mellett madarak által elszórt dióból kinőtt növény, ezek az úgynevezett ilyen szorványfák. A másik nagy csoport a kertjeinkben levő diófák, amelyek szinte az unokáinknak hozzák a termést. A harmadik nagy csoport pedig a
különféle területeken úgynevezett dióültetvényeknek a kialakítása jelenik meg. A nyugati dióborok fúrólénynek a kártétele júniustól indul el, nagyon hosszan rajzik. A rovar a talajban telel át, és szépen feljöve ide, leteszi a petéjét, és befúr a lárva ebbe a termésbe. És ennek következtében kaput nyit a kórokozóknak, és így különféle baktériumos betegségek is behatolnak, ezért van az, hogy ráfeketedik a burok a termésre. Az idejében egy érdekes dolgot szeretnék megosztani, ez a mérhetetlen meleg, ez a mérhetetlen légköri aszályban, a szakmai munkám során azt tapasztaltam, hogy nem volt olyan mértékű nyugati dióborok fúrólégy kártétel, mint az elmúlt években. Tehát ez azt jelenti, hogy az időjárás rendkívüli módon hatással van pozitív és negatív irányban is a rovaroknak. Mit tudunk tenni ennek érdekében, hogy ne legyen ilyen diónk? Nagyon lényeges, hogy van egy, tehát egy szerkombinációs technológiát szeretnék javasolni. Van egy cukros vázú csalogatóanyag, ahhoz kell tenni acetamiprid hatóanyagú rovarörőszert, ezt össze kell keverni, és nagy cseppekben kell a növény felső lombkoronájára kijuttatni. Ezt többször meg kell ismételni, hiszen ha jön egy eső, akkor ez meghígul, lemosódik, és ezt újra kell permetezni. Takarítsuk össze a növények alól a levelet, annak érdekében, hogy az áttelelésnek a biztonságát csökkentsük a rovar számára. Ezt nagyon sokan tudják nézőink közül, hogy a diólevél, amikor lehullik, akkor ezt össze kell gyűjteni, és sajnos ez a levél nem komposztálható, mert hogy olyan hatóanyagok vannak benne, ami miatt más növények nem élnének meg a fa alatt. Mit kell ezzel csinálni? Nagyon fontos, hogy annyival szeretném kiegészíteni, hogy lehet komposztálni, csak egy külön technológiával kell komposztálni. A dió növény levele is a természet része. A természet egységében a mikroorganizmusok elbontják a dió levelet, csak lassan. Az akácfára, diófára jellemző egy olyan kémiai folyamat, amit úgy hívunk, hogy aleopátia. Magyarul az aleopátia fogalma azt jelenti csírázás, gátlás. A növények olyan bomlás során, akár az akáclevélből, gondoljunk egy akácerdőre, hogy mennyire nincs alatta aljnövényzet. Ugyanúgy gondoljunk a diófa növény kultúrára, hogy nincs alatta aljnövényzet. Nem csak azért, mert árnyékoló koronája van, hanem azért is, mert a növényi levelek során olyan kémiai anyag bomlik le a levelekből, ami megakadályozza a csirázó növényeknek a fejlődését. Ezeket a leveleket is össze kell takarítani, és a következő módon szeretném javasolni, hogy komposztálják. Alakítsanak ki komposztáló helységet, vagy helyet a kertjeinknek végébe, olyan helyen, ahol árnyékos, párásabb a környezet. Rétegesen kell rakni a diófa levelet, kezdjük alóra különféle növényi maradványokkal, egyéb levelekkel, vagy fűnyírás során keletkezett fű maradékokkal. Tegyünk alá szerves trágyát, és utána pedig szépen kezdjük el a diófa levélréteget, majd utána megint egyéb levélréteget, diófa réteg, és így rétegezzük fel. A közepe táján tegyünk megint egy pici kis szerves trágyát, hiszen ezzel oltok. Ezzel viszem be az oltóanyagokat. Nagyon fontos, hogy egyenletesen legyen elterítve a komposztálóba a levél, ne púposan, csak behányva, hanem picit tömörítsük is meg, és utána zárjuk ki a levegőt, majd utána szépen, mikor megtelt a komposztálóhelység, akkor szalmával takarjuk le, és utána öntözzük be. Te, mint növényorvos, biztos el fogod tudni mondani azt is, hogy a dió egyébként nagyon jó természetes anyag, amely az egészségünket is szolgálja, zöld dió formájában. Aztán a fiatal diólevélről is azt mondják, hogy ez nagyon jó az egészségünknek. Nyilván ez majd tavasszal lesz aktuális, de már most is beszélhetnél róla, hogy jól megegyezzük, mit fogunk majd csinálni, amikor újra bomlik a természet zöldje. Szeretném felhívni a kedves televízió nézők figyelmét, megosztom személyesen, hogy a dió az egy csodálatos növény. A diófa végigkíséri az emberi életet. Diófából készítették a bölcsőket, diófából készítették a bútorokat, és diófából is készítenek még mai napig koporsót. Tehát a fa végig élő attól, hogy azt mondta nekem mindig egy asztalos bácsi kisfiam, attól, hogy a dió kifa ki van vágva, attól a kezembe él ez a növény, életformájában jelenik meg, és egy életet ad.
A dió egy hosszú kultúrás növény, nagyon kitett a környezeti feltételeknek, nagyon vízigényes. Tehát nem is gondolnák nagyon sokan, hogy például szaktanácsolok egy 7 hektáros diós ültetvényt, ahol körülbelül az idejében 30%-a a fáknak kipusztult, és pedig ez már egy 20-25 éves diós. Nem tud az illető csepegtető öntözést véghez vinni, nem tudott vizet kijuttatni, és a diófák kiszáradtak. A dió nagyon vízigényes. Itt kezdődik az első legfontosabb. A fajta választás, hogy magról történik a diófa ültetése, vagy már egy kis diófát csemetét vásárolok, és ezzel időt tudok nyerni. Homogénebb a fejlődés. A dió rengeteg olyan értékes anyagot tartalmaz, ami gyógyszer. Nagyon fontos, megelőző anyagot jelenik meg. A levele kiváló hatással bír az emésztés, érrendszeri betegségek főzet tekintetében, de így, ahogy említetted, a zöld dió pálinkába is szokták tenni, és olyan kiváló gyógyító hatással oldódik ki olyan növényi anyagok, amelyek segítik a megelőzést, különösen ezek a beteg vírussal teli időszakban. De a formájában érdemes inni, vagy dzsem formájában? Vagy nem, mindenféleképpen, ha javasolhatom, tea formájában érdemes fogyasztani. Ne essünk túlzásokba, mert azért a túlzásokba fogyasztott növényi anyagoknak a kioldódása az azért káros is tud lenni az emberi szervezetre. A dió nem az a növény, amelyet napi szinten javaslok fogyasztani. Arra tökéletesen jó egy hársfatea, egy kamilla, egy csipkebogyó. A dió az meg olyan időszakban, amikor például jön a betegség vírussal teli időszak, akkor kezdeni úgynevezett ciklusokat fogyasztani belőle. Nos, hát említetted, hogy szaktanácsolsz. Beszélnél arról, hogy mit jelent számodra a tanítás, illetve hogyan lehet téged megnyerni egy-egy ilyen előadásra? Mi is sokat vártunk arra, hogy el tudj jönni hozzánk és szakérteni tudj. Tehát kik keresnek meg téged, és egyáltalán mit jelent az, hogy te címzetes egyetemi docens is lettél? Nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek, nagyon boldog, és tényleg nagyon vártam, hogy a szarvasi televízióban együtt beszélgessünk. Úgy, ahogy említettem, nekem nagyon fontos szarvas, és olyan szorgalmas gazdák dolgoznak itt szarvas környékén is, akik a napi terhet viszik, dolgoznak, küzdenek az elemi erőkkel, de gondoljunk bele a kiskert tulajdonosokra is, akik nagyon sokan megkeresnek a rádió műsoros beszélgetésünk után, amihez szívből gratulálok. Óriási misszió. Én azt vallom, hogy ez a munka, ez egy misszió, a legyen az a televízión keresztül és a rádión keresztül ebbe a zajos világba. Annyi információ éri az embereket, annyi helyről öntik ránk az információkat, és ami nagyon fontos, a hitelesség. A hitelesség az, amit itt érzek és tudok a szarvasi világba, hogy nagyon erősen megvan. Ezt képviseli a televízió és a rádió is, ahol már találkoztunk, és büszke vagyok rá, hogy ott lehetek. A tanítás számomra elsősorban emberekkel való találkozás jelent. Legyen az diákok, legyen az felnőttek, egy olyan kapcsolódás jelent, ahol beszélgetünk, megismerjük egymást, többet megtudunk egymásról. A talentumnak a szétosztása. Ugye van a példabeszéd, hogy a talentumokat valamelyik kedves szolga a 2-ből 4-et, az 5-ből 10-et állított elő, és volt olyan szolga, aki elásta a talentumot. Én azt mondom, hogy a talentumot, amelyet kaptunk a Jóistentől, kamatoztatni kell, és számomra a tanítás az őseink tudásának továbbadása a jelen megélt tapasztalataival. Én is tanulok. Én sem vagyok a bölcsek köve, együtt tanulok. Tanulok egy óvodástól is, aki, amikor meghívnak egy óvodába, egy zöld óvodába, egy környezettudatos óvodába, egy egyházi óvodába, vagy világi óvodába, öröm találkozni a gyerekekkel. A csillogó tekintet, az a felkészültség, az az érdeklődés, az a hozzászólások, olyan szintű tanítást is kapok, és elgondolkodok, hogy hú, Józsi, azért ezek a gyerekek milyen felkészültek. De ugyanígy igaz egy általános iskolásra, egy egyetemistára, tanulunk, kölcsönösen tanulunk egymástól. A címzetes egyetemi docens számomra megtisztelő cím. Nagyon boldog vagyok, hogy a Szegedi Tudományegyetem a szakmai, emberi munkámat, kísérleteimet, kutatásaimat, előadásaimat értékeli,
értékelte, és tavalyi évben címzetes egyetemi docens kinevezést kaptam a Szegedi Tudományi Egyetemre. Ez számomra egy megtiszteltetés, egy küldetéstudat, ami azt jelenti, hogy a szülőktől kapott oltást, a tapasztalatokat, tanulást, nagyon sokat tanultam, továbbadni, kamatoztatni. Szigorú vagyok, növényvédelmi rovartan, állattan és biológiai növényvédelmet tanítok a Szegedi Tudományi Egyetemen. Buktatsz is? Sajnos igen. Tényleg? Sajnos ezt igen. Nem gondoltam. Sajnos volna. Igen. Tehát szigorú vagyok, de következetesen szigorúnak törekszek lenni, ami azt jelenti, hogy hiszem azt, hogy mindennek az alapja a korrekt megbeszélés, a korrekt döntések meghozatala, párbeszéd, és utána, ha megbeszéltük a hallgatókkal ezeket a dolgokat, közösen elfogadtuk, akkor utána ahhoz kell mindenkinek tartani magát. Nagyon szép hivatás a miénk. Én azt mondom, minden hivatás nagyon szép, de a növényorvoslás, az állatgyógyászat, a humán gyógyászat, a gyógyszerészet tudománya egy annyira mély disziplinák közössége, hogy nem mindegy, hogy mikor, milyen anyagokkal nyúlunk be az emberi környezetben, szervezetben vagy természetben, mert ha nem szakmailag történik, átgondoltam, akkor visszafordíthatatlan következmények jelennek meg. A meggondolatlanságból alakulnak ki madármérgezések, a felelőtlenségből alakulnak ki őszpusztulások, nyulak pusztulása, a tisza szennyezése, a sajó szennyezése, és visszafordíthatatlan következmények alakulnak ki. Számomra a tanítás egy alázat a tudomány iránt, alázat az emberek iránt. Én nagyon szeretem, mert én nagyon szeretem az embereket. Most, ha megnézem a Sipos Gazda közösségi oldalt, természetesen ez a te oldalad, akkor mindjárt majd kitérünk arra, hogy különféle tematikában jelentetsz meg fényképeket és gondolatokat, de azt is nézem, hogy előadásokat is vállalsz, itt például ugye a betakarítás ünnepe kapcsán. Beszélnél arról, hogy ki mindenki keres meg, és milyen előadásokat tartasz? Megtisztelő, hogy már a Covid előtt is, de a Covid után megtisztelő felkérésekkel keresnek meg, amiért nagyon boldog vagyok. Legyen az iskolák. Tehát megkeresnek, megnézik a honlapot, illetve már szájról szájra adják egymásnak a pedagógusok, programszervezők, könyvtárigazgatók, vagy éppen szakmai gréniumoknak a vezetői, hogy hívjanak meg, és örömmel megyek iskolákba, óvodákba és egyetemekre is előadást tartani. De fontosak nekem a kertbarátok is. A kertbarátok egy olyan kis közösség, egy hiteles, elkötelezett, nagy múltra tekintő közösséget jelenít meg, ahol főleg öröki fiak kertészkednek, és oda is szoktam járni előadást tartani, mindig növényvédelmi, tápanyagutánpótlási aktualitásokról, tapasztalatokról, praktikákról, előremutató gondolatokról. Nagyon sokat olvasok, nagyon szeretem a külföldi irodalmat, nagyon szeretem a magyar szakmai irodalmat, és ezt ötvözöm bele a mai kor kihívásának megfelelően. Növényvédelem mellett méhészeti előadásokra is meghívnak, épp ide érkezve. Mert hogy Sipos Pécs... Gazda méhészkedik is egyébként. Igen, most figyeljünk erre a témára. Igen, is. Pécsre, Pécs városába hívtak el, ahol a méhészeti egyesületnek a tagjainak fogok novemberi hónapban méhészeti témába előadást tartani. Méhészet és a növényvédelem és a környezetváltozás kapcsolata, méhpusztulásokra nézve. 28 éve méhészkedek. A méhészet számomra egy nagyon fontos küldetés. Alázatot, tanítást, rengeteget lehet tanulni a méhektől. Szoktam mondani, hogy kedves gyerekek, ha valaki a méhek társadalmát kell tanulmányozni, abban nagyon sok mindent lehet látni, és át lehet építeni az emberi társadalomnak. Nagyon szeretem a méhek világát. Méhészeti előadásokat is tartok, de nagyon sokszor környezeti előadásokat, hiszen a mezőgazdaságunk, a környezetünk a része. A talajvédelem, a vízvédelem, a levegő, ez mind-mind nagyon fontos egységet kell, hogy képviseljen. Ebben is próbálok segíteni, és 15 éve intenzíven, most már ritkában madarászkodom is. A madarak nagyon fontos szerepet ölelnek fel, nagyon szeretem a madarakat, és így a madarak világáról is szoktam beleépíteni előadásomba. A madárvédelem, a madárvonulások, a madaraknak a fejlődése. Odukat szoktunk készíteni nyári időszakban, nyári táborokba járok,
voltam egy Don Bosco táborba, Szombathelyen, óriási élmény volt, 300 gyereknek tartottam előadást, utána pedig átmentünk a Szombathelyi Arborétumba, és ott vezettem nekik, hogy miről mesélnek nekünk a fák címmel egy kis előadást. Fantasztikus élmény volt, én olyan boldog vagyok, én annyira szeretek a gyerekekkel, felnőttekkel találkozni, és átadni ezeket az ismereteket. Bátorítok mindenkit is, hogy itt Szarvason és környékén, ha nézik ezt a műsort, ha jónak látják, megtetszenek nézni az oldalamat, akkor keressenek bizalommal, örömmel segítem önöket, örömmel elmegyek. Hogy hol szoktál tanácsot adni, illetve előadásokat tartani. Nos, kedves nézőink, egy alkalommal nem oly régen nagyon meglepett Sipos gazda, mert egyszer csak azt mondta, hogy itt vagyok nagy fán. Hát kezdtünk aggódni, hogy elveszítettük Sipos Józsefet, de oda is csak tanácsot mentél adni a börtön épületében. Igen, a munkám mellett ugye növényorvosként növényvédelmi szaktanácsokat, növényvédelmi szakirányításokat is vezetek. Hozzám forduló kisebb-nagyobb termelőkhöz is elmegyek személyesen. Így jutottam el a nagyfai állami gazdaságban börtönbe, amelynek ugye a csillagbörtön alá tartozik, a szegedi csillagbörtön alá, ahol mezőgazdasági termelés is folyik, és oda hívott ki az ezredes úr. De mint látjuk, kiengedték. Hál' Istennek kiengedtek, tehát még úgy ítélték meg, hogy kijöhetek. Tehát, és nagyon izgatottságban mindig oda bemenni. Elég komolyú, szigorú ellenőrzési rendszeren keresztül lehet bejutni, és ott pedig a mezőgazdasági területeket jártuk át. Olyan növényeket néztünk meg, ahol, ami most aktuális, tehát a szója betakarítás, napraforgó, vetések előkészítése, ezeket beszéltem át a termelői egységgel, a rabok azok pedig ott dolgoztak a körleten, azt is láttam. Hát bízunk benne, hogy ezek is segítik a társadalomba való visszailleszkedésnek a lépéseit. Igen, mert gondolom valami olyat tanulnak, amit addig nem műveltek. Igen. És lehet, hogy amikor kijöhetnek, akkor esetleg ebben a szakterületen kamatoztatják az ott megszerzett tudásukat. Igen, meg foglalkoztatva vannak az emberek, tehát értékes munkára le vannak kötve, foglalkoztatva vannak, tehát egy értékteremtő feladatokat látnak el, és megtanulnak is szakmákat. Nagyon komoly károk történtek a nyáron, úgy a kukoricában, mint a napraforgóban. A búza, illetve az árpa úgy, ahogy megtermett, kevesebb lett ugyan, de volt bőséggel, és a hazai termelés, a hazai szükségleteknek jó ötszöröse termett meg. Tehát a búzából és az árpából még tavasszal, illetve a nyár folyamán sikerült jól betakarítani. Ugyanakkor mi történt a kukoricával és a napraforgóval? Az idei év időjárása megmutatta tényleg azt az erőt, amit képvisel. Sokan mondják, hogy egy klímaváltozási folyamatban vagyunk, tudomány is leírja. De ha visszatekintünk a történelmi múltra, akkor mindig voltak ilyen évjáratok, amikor az 1848-46-os években is, ez 1900-as évek elején, de ezt te szakemberként még jobban tudod, voltak olyan időszakok, amikor oly mértékben kisültek a legelők, oly mértékben elpusztultak a növények, hogy a mindennapi megélhetés került veszélybe, és az állattartás során még állatokat is kellett levágni. Ez az időszak. Abba különbözik attól az időszaktól, egy-egy évtől, hogy itt egy tendenciát láthatunk, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évben is nagyon kevés csapadék volt, az idejében is, és a talajainknak a vízháztartása, vízmegkötő képessége, talajainknak a víztartalma nagyon alacsony, vagy minimális szinten van. Olyannyira, hogy a nagyszülői tanyánkban a 9 méteres ásott kút kiszáradt az idejében. Mindig azt tanították szeretett szüleim, nagyszüleim, hogy kisfiam, figyeld a folyóknak a mozgását, mert itt Szarvas, a folyók és a vizek városa, itt is megmutatkozik, hogy ha a Kőrösök, a Maros, a Tisza vízszintje len van, ez maga után vonja, hogy lehúzza a vizet a talajból, és ahogy emelkedik a vízszint, úgy a kutakban is megjelenik szép lassan a vízszint. Tehát nagyfokú a vízhiány a talajainkba, és ez az idei évben a kukoricára, leginkább a kukoricára, óriási negatív hatással bírt. Voltak olyan területek, ahol az egész kukoricatáblát le kellett zúzni, le kellett sílózni, mert cső nélkül megszáradt a növény. A napraforgó pozitív csalódást okoztak. Ez egy csodálatos növény. Elgondolkodtam, hogy ez a növény hogy tudja ilyen szinten tárolni a vizet, hiszen
a betakarítás után 800 kilótól 2,4 tonna per hektárig termettek ezek a növények. Ez tényleg csoda. Egyébként az asztalunkon lévő szőlő, ez teljesen biogazdálkodás formájában termett meg. Lemondtunk róla, ez a nagyszüleim szőlőjéből való. Itt semmilyen gazdálkodás nem folyt, sajnos a szülői ház kiüresedett, édesanyámat elhoztam magammal, de ez a szőlő, ez ott úgy termett meg, hogy senki nem öntözte, és ez a hatalmas aszály, ami az Alföldöt sújtotta, ez az Észak-Alföldön termett egyébként, Pilisváros környezetében, magától termett meg ez a növény, és gyönyörű. Szóval nem gondoltam volna, hogy a növények erre is képesek. Itt is megjelenik a növények iránti szeretet. Szoktam mondani, hogy a növényeknek is van lelke. A másik nagyon fontos dolog a fajta választás kérdése. Tehát ezek szerint ezek jó fajták. Ezek, igen, még édesapám válogatta. Ősi ellenálló fajták, tehát nagyon lényeges a faj. Egyébként gyönyörűek. Gyönyörű fürtök, tehát szép, egyenletes, kitelt szemekkel. A másik nagyon fontos a termőhelyi adottságok, az csapadék, amit ott kaphatott a környéken, a talajadottságok. A szőlőnek az egyik nagy titka a talaj, azt szokták mondani. Homokos talaj van ezen a környéken. A termőföld íze jelenik meg a szőlőben, illetve a borban. Ugye nagyon fontos tényezőként jelenik meg, meg az a környezeti adottságok, vagy növényápolás, ami segítette. De ez teljesen biomódon, semmi nem történt teljesen vele. Biomódon. Se permetezve nem volt, se öntözve, csak a természet. Metszvese volt? Abszolút metszvese volt. Idén hát akkor, már ez sem. Akkor tényleg, ahogy a természet el megadta. Kellett volna adni, csak nem jutottunk el odáig. Igen. De most már nem is szeretnénk tőle megválni. Akkor, ha ez példa arra, hogy mit jelent teljes mértékben a biotermékek, bioterményeknek az előállítása. Tehát nagyfán is tartottál előadást, és ígértük a nézőinknek, hogy foglalkozunk a mai adás alkalmával a rovarkártevőkkel, és itt van, eljutottunk most ehhez a ponthoz, igen, amikor ebben a tárolóban olyan rovarok vannak, amelyek napi szinten károsíthatják az egyéb kultúrnövényeket. A növényeink segítesz nekünk? Igen, elmondasz igen. Párat? Növényeink életében egész termelés időszakban, még a raktározásban is bizony a kártevők komoly tendenciát mutatnak és komoly gondokat. Ezek a rovardobozok jelentősen kártevőket tartalmaznak, amelyek egész évben jelen vannak gazdaságunkban, környezetünkben. Ha szabad elindítani a gondolatot, akkor most elérkeztünk az ősz időszakába. Ilyenkor jönnek a betelepülő rovarok a lakásba. Megváltozott a külső környezeti feltétel, hőmérséklet, és ezek a rovarok keresik azokat a helyeket, ahol át tudnak telelni. Így fel szeretném hívni a kedves televíziónézők figyelmét, hogy legyünk résen, mert ezek a rovarok a következő féleképpen kerülhetnek a lakásainkba. Például a darazsak, amely itt látható, az idejévnek egyik nagy problémája, és egyre nagyobb probléma a darazsaknak a jelenléte. Itt ki szeretném emelni a lódarázsnak a jelenlétét. Sajnos az idejében az egyik barátom kint volt a Marosártérbe fát vágni, kifektettek egy fűzfát, és olyan nagymértékű lódarás támadás érte az ő testét, hogy utána szívinfarktus kapott. Meghalt, nincs köztünk. Barzasztó. Nagyon veszélyes rovarok a darazsak, kérem önöket, ha már a szőlőt említettük, a szőlőnél nagyon komoly gondot okoznak a darazsak, mert az erős rágó szájszervükkel olyan mértékű sebeket ejtenek a termésen, hogy utána szépen rájárnak. Ide megemlítem, mit lehet ellenük tenni. A darazsak, mikor rátájoltak már a szőlőre, akkor nem lehet mit tenni, nem fognak olyan intenzíven rámenni a darázs csapdára. Arra kérem önöket, jövőre nézve, hogy már előtte tegyük ki kicsit távolabb a rovar csapdákat, azt a sörcsapdát, és akkor ott próbáljuk összefogni a darazsakat. Mikor már rátájolt a termésre, akkor már nem. Tehát ők a darazsak. Másik nagyon fontos kártevők, amelyeket bevihetünk például teregetett ruhákkal, bevihetünk úgy, hogy szellőztetünk és a nyitott ablakon keresztül bemennek, ezek pedig a poloskáknak a kérdése, vagy beviszem növényekkel a lakásba. A poloskák nagyon fontos kártételként jelennek meg, szúrnak, szivogatnak a növényeken, ami azt jelenti, hogy vírusvektorok a szúrószívó szájszervükkel az áttelelés során levő szobanövényeket is károsítják, foltok, levélfoltosodás is kialakulhat, nehéz ellenük védekezni. Ugye ismerős a zöld vándorpoloskának például jelenléte.
A következő kártevők a legyek. A legyek ugye előszeretettel mennek be, mindjárt keresem itt a dobozba, hol található, itt vannak, itt láthatók fent a legyek. Ugye ők is mennek be, és nem egyszer például elhagyatott házaknak az ablak réseibe ott vannak a legyek. Ezek ellen is majd mondok pár praktikát, hogy hogyan lehet ellenük védekezni. Másik, ami nagyon fontos kártevőként... Van egy legyünk, és van bent egy légy, tehát ő már bejött, és tényleg szemtelen, mint a piaci légy, és ahogy mondás is mondja. Nagyon fontos, hogy a következők a pókok. A pókok is ugye előszeretettel jelennek meg a lakásba, és tudni kell, hogy száraz időjárás környékén, ezért is van ennyi pók. A sípos gazda oldalon annyian megkeresnek, hogy mit csináljanak a pókkal, hát hogy van ennyi pók. A pókok a száraz környezetet szeretik, és ezért is van ennyi pók a sarokba, lakásokba. Erről is mindjárt mondok egy praktikát. A következő a fülbemászók. A fülbemászóknak a megjelenése, sokan félnek tőle, hogy belemegy a fülbe, és komoly gondot okoz. Ez a neve, de nem okoz gondot a fülekbe. Ő egy kis szerény rovar, általában levéltetvekkel táplálkozik, meg rovarokkal, nem kell őtőle félni. Erről is mindjárt mondok egy praktikát. A következő, amire fel szeretném hívni a figyelmet, a csótányok. A csótányok bekerülhetnek dobozokkal, különféle szállítóeszközökkel, újságpapírokkal, és ha valahol sajnos a csótány megjelenik, akkor már ővel nehéz küzdeni, mert előszeretettel elbújik. Konyhába, konyhai környezetbe, vizes környezetbe jelenik meg. Másik, egy városi környezetben, falusi környezetben is előszeretettel jelennek meg az egerek és a patkányok. És ezek ugye bekerülnek kamrákba, raktárhelyiségekbe, állattartó telepek tekintetében vonulnak befele, ők a vándorpatkányok. És ugye vannak a háziegerek, a cickányok, amelyek komoly gondokat okoznak tárházainkba. Mit tudunk tenni? Visszafele haladva szeretném javasolni, hogy tartsuk zárva az ajtót, tehát ne sokáig legyenek nyitva a nyilászárók. Tegyünk ki csapdát, nem tartom jónak az egerek és a patkányok ellen a ragacslapoknak az alkalmazását. Valahol egy kicsit etikátlan, ott szenved benne a rovar, a patkány és az egér, sivít, beleragad, hanem inkább vagy élvefogókkal, vagy csapdákkal dolgozzunk ellenük, vagy méreganyagokat tegyünk ki, és utána az okoz gyors halált. A másik nagyon lényeges dolog, hogy reggeli órákban szellőztessünk. A déli órákban a hőmérséklet során még bekerülnek, berepülnek ezek a rovarok, inkább reggeli órákban. Tegyünk ki szúnyoghálót. Teregetés során figyeljenek oda a kedves háziasszonyok, hogy ne vigyék be a poloskát a ruhával, mert ugye bebújnak a rések közé, és bevisszük a lakásba. Kiteregettem a ruhát, csak egy napra volt kint, és amikor összeszedtem, akkor a ruha ujján belülre bemásztak, és ha én ezt nem tudom előre, nem rázom ki, akkor beviszem a házba. Nagyon köszönöm a hiteles példát, ez is megerősíti azt, hogy be tudom vinni a rovart. Másik. Elhagyatott, vagy magára hagyott például nyaralókba betelepülnek a harlekin katicák. Ablak réseibe betelepülnek, hiszen nem jól zár az ablak, és bemennek a katicák. Ők is igazából humán, közegészségügyi szempontból veszélyesek ránk nézve, a nyálukkal, váladékukkal okozhatnak gondot. A következő például elhagyatott csaptelepeken keresztül, vízvezetékrendszeren keresztül is be tudnak hatolni rovarok a lakásainkba. Komplexen kell ellenük védekezni, de például mondok pár praktikát. Ragacslapokkal is lehet, például legyeket ilyen csapdákkal, vagy muslinca csapdával is lehet például legyeket és a muslincákat összefogni. De saját kis praktikám, citromfűnek a illata, levendula, timol anyagoknak, mentának a keverékével, filc anyagra rácsepegtetve, nagyon jól távol tudom tartani a legyeket. Nagyon jól távol tudom tartani a pókokat. Tehát nem azt jelenti, hogy 100%-ban nincs a lakásban ezekből a rovarokból, de távol tudom tartani. Figyeljünk a molylepkékre is, mely komoly gondokat okoznak akár az élelmiszerben, akár a ruhák tekintetében a molylepkék, amelyek komoly gondokat okoznak. Ezeket csapdázni, illetve repellens anyagú, úgynevezett ellen dolgozó anyagokkal tudunk védekezéseket. Nagyon lényeges például a molyok ellen, például a kén.
kénszalagnak a égetése, vagy ez például raktárakba, vagy például a levendula és önálló is a menta olyan tájékozódási zavart okoz, ami miatt nem megy be úgy a ruhásszekrénybe. Ez azt jelenti, hogy a levendula önmagában kevés, de levendula menta keveréke, ezt kombináljuk. Párna formájában, vagy csak úgy szabadon? Ha lehet, akkor párnára is lehet rátenni, vagy filcre. Mindenféleképpen egy olyan anyagra, ami illóolaj párolgását segíti. Azt tapasztaltam, hogy csak úgy a levendula zacskót betéve a ruhásszekrénybe annyira nem segít. Egymagában. Egymagában kevés. Tehát itt van az, hogy több hatóanyagnak a találkozása, együttműködése nagyon fontos ahhoz, hogy a hatás összességében legyen. A levendula illat igazából egy frissítést jelent, picit persze távol tartja, de egy friss illatot biztosít a ruhásszekrénynek. Őseink is, nagyszüleink is tettek be illatpárnákat, vagy olyan növényeket, ami kicsit azt a zárt illatot megfrissítette. Ebbe játszik szerepet. Minden esetre, hogyha arra gondolok, hogy egy békát szívesen megfogok, jó, nem szívesen, de megfogom a békát, aztán megmutatom a gyerekeknek, hogy nézzétek, ez nem veszélyes. Persze van olyan béka, amelyik kivétel, de azért a többségük nem. De a pókoktól én is tartok. Ezt egyébként arachnofóbiának hívják, ennyire azért nem veszélyes nálam, de valami miatt viszonyog az ember tőle. Kaszás pókokról tudunk, keresztes pókokról tudunk. Vannak még ilyen pókfajták? Van olyan, amelyik veszélyes az emberre nézve? A jelenleg a Kárpát-medencében, környezetünkben, vagy a lakóházak környékén szeretném megnyugtatni a kedves televízió nézőket, hogy nincsen veszélyes pók. Nincs darás fekete özvegy. Nincsen. Ahhoz, hogy ilyennel találkozzon, akkor külföldről behozott póktenyésztőknek a munkája során kiszabaduló pókokkal találkozhatnak a kedves televíziónézők, de igazából például a daráspók is egy pici csípést okoz, de nem veszélyesek. A környezetünknek fontos részei. Sokan nem gondolják, hogy a pókok milyen hasznosak. Nagyon sok pókfajta van. Nem is tudnám felsorolni, hogy mennyi pókfajta van a Kárpát-medencében, hiszen a Kárpát-medence egy csodálatos környezet. Csak a hártyás szárnyúakból van 730 faj. Igen, hártyászárnyú például, ez egy másik rend, ami például ide tartoznak a méhek, a beporzó rovarok, a hártyásszárnyúak rendjében. Tehát akkor ez nem a pók, Nem, a pók az egy külön vonal. A pókoknak a jelenléte a lakásban, igazából rovaroknak az összegyűjtésében, szerves anyagok fogyasztásában játszik szerepet, csak nem szeretjük, hogy ott a pókháló sarokban. Pedig nagyon sok szúnyogot elkapnak. Így van, tehát hasznosak, nem hiába ő ott ezekkel táplálkozik. És elfelejtettem mondani, de nem hagyhatom ki a fülbemászó és egyéb éjjeli rovaroknak az összegyűjtésére, hogyan, mit javaslok. Tegyenek ki, legyenek szívesek a kedves házi asszonyok egy nedves tőlő ruhát, vagy egy felmosó rongyot egy meghatározott helyre, és reggelre alá mennek ezek a rovarok, fogjuk össze, gyűjtsük össze, és utána tegyük ki őket a szabad ég alá. Nem hoztál sárga csapdát. A sárga csapdáknak a jelenléte nagyon fontos, ezt pedig úgy hívjuk, hogy előrejelzés. Ma Magyarország mindig is híres volt régen a növényvédelmi előrejelzésről. Ez a rendszerváltás után sajnos tönkrement, összeomlott. Ma már nem olyan erős a növényvédelmi előrejelző rendszer. De mindenki tud előrejelezni otthon, ami az előrejelzésnek a jelentősége, hogy környezetkímélő, pénztárcát kímélő, okszerű, az segíti elő, hogy a növényvédelmi eljárást szakszerűen mikor kell elvégezni. Mindenki tud előrejelezni. Gazdaboltokban lehet vásárolni sárga ragacslapot, lehet kék vagy világos kék ragacslapot és fehér ragacslapokat vásárolni. Ez azt jelenti, hogy színre reagálnak a rovarok, és amikor rajzanak, például a nyugati dióborok furólégy vagy a cseresznyelégy, akkor rátapadnak erre a ragacslapokra, össze is fogom vele, illetve mutatja nekem, hogy elindult a rovaroknak a rajzása. Lehet sárga tálakat is kihelyezni. A sárga tálakat félig teszem vízzel, ráteszek egy kis olajat, és ezeket ki tudom helyezni a területre. Azért kell bele olaj, hogy ne igyon bele egyéb vad és a kutyus és a cica, illetve a rovarok nem tudnak belőle az olaj miatt, étolaj, tehát hozzáteszem étolajat tegyünk bele, nem tudnak kimászni. Az előrejelzés fontosságának csúcsa jelenleg a szexferomon csapdák. Ilyet is tud mindenki vásárolni. Faj specifikus csapdákról van szó,
Ami azt jelenti, hogy például egy kukoricamoly esetében, vagy egy gyapottokbagoly esetében, vagy egy almamoly esetében kihelyezve tudunk előre jelezni. És a őseink jermiféle fénycsapdát is szeretném megemlíteni, ami magyar találmány, éjjeli időben, a fényre jöve tudom összegyűjteni a lepkéket, rovarokat, gondoljunk arra, hogy amikor este felkapcsoljuk a világítást az udvaron, mennyi rovar kering, mennyi lepke kering például a lámpák körül. Nem tudom, hogy a kedves nézőink megfigyelték-e, de olyan, mintha évről évre valami más szaporodna, aztán ciklikusság is felfedezhető bennük. Egyik évben túl sok a légy, másik évben megszaporodnak a szúnyogok, aztán egyértelmű, hogy vannak évek, amikor nagyon sok a cickánya az egér, a macskák egyébként ezt jelzik, hiszen szeretik megfogni őket, és szarvas környékén a fűbogár. Erről mit lehet tudni? Ezek a rovaroknak a megjelenése, ugye, ahogy te is említetted, hogy valamikor felszaporodnak, valamikor eltűnnek, ezeket összefoglalva úgy hívjuk, hogy gradáció. A gradáció azt jelenti, több tényező együtt állásának következtében oly mértékben felszaporodnak az adott élőlények, ami veszélyforrássá, tehát a veszélyességi szint fölé emelkedik az ő jelenlétük. Így szaporodik fel a mezei pocok, így szaporodnak fel az idejében felszaporodtak a poloskák, és például a Szegvár és egyéb környéken például a különféle sáskák, amelyek komoly sáskajárások is voltak, vagy gondoljunk Afrikára, amikor a megélhetést tette tönkre a sáskáknak a jelenléte. Optimális nekik az élőhely, van nekik táplálékuk, a hőmérséklet, és utána elindulnak, és nagyon komoly gondokat okoznak. Ugyanúgy a fűben is, ugyanígy megjelennek az rovarok, ahogy említetted is. Számukra ez a környezeti feltétel kedvező volt ahhoz, meleg igényes rovarról van szó, hogy fel tudtak szaporodni lokálisan. Nem mindenhol jellemző, tehát valahol egy élőhelyről támadnak befele, így például az idejében Kiskundorozsmára hívtak ki, még egy televízió is kín volt, hogy felvették, hogy cserebogarak indultak el, rajoztak, és betámadtak egy kertet, két kertet betámadtak, és erről kérdezték ki a véleményem, hogy ez miért alakulhat ki. Hát pontosan azért, mert a környéken idővel lepetézett nagyon sok rovar, tudni kell, hogy ezek a rovarok több éves fejlődésűek, és egyszerre tudtak indulni, és optimális volt nekik a feltétel. Létezik, hogyha valaki valamivel próbálja az egészségét kúraszerűen megóvni, hogy akkor az a feldúsulás megjelenik a bőrben, és ezt esetleg egyes rovarok nagyon szeretik. Gondolok egy alkalommal, amikor a televíziós munkámat akadályozta az erős rekedtség, a felső légúti panasz, és erre aloe készítményt javasoltak, mint természetes anyagot, és én azt elég intenzíven használtam, és feltűnt, hogy azon a héten három alkalommal csípett meg egy-egy darázs. Pedig csak megálltam a parkolóba, és megnéztem, hogy milyen gyönyörű a napraforgó tábla. Jött a darázs, és kiharapott egy darabot a karomból, és már el is ment. Ugyanez megtörtént, nadrágban álltam egy természetes helyen, és fölmászott a nadrágban a lódarázs. Egyébként ebbe bele lehet halni, akár egy csípéstől is, ahogy említetted a barátodat is. Tehát létezik, hogy valami, hogyha, például, hogyha valaki fokhagymás készít, mint vérnyomás ingadozásra szed, akkor esetleg van olyan rovar, amely a fokhagymára a bőrhöz vonzódik, és ott csíp esetleg? Mindenféleképp a rovaroknak nagyon precíz szaglásrendszerük van, és az ő kis szaglásuknak a szerve a csápok. A csáp nagyon fejlett informatikai szerve a rovarnak, és nagyon jól tudja fogni a környezetből jövő ingereket, így például az illat ingereket is. Ennek megvan a helye, hogy az adott csápon, hogy hol, melyik szerv veszi le. Igen, méhészeti szempontból is szeretném elmondani, hogy ezek a hártyásszárnyúak, a darazsak, méhek nagyon fejlett kommunikációs rendszerrel és nagyon fejlett szagérzékelő rendszerrel bír. Ezért van az, hogy például a lovat nem a testtömege miatt támadják meg, hanem a lóból jövő jellegzetes lószagnak a szaga, illata csalja oda. És így van az, hogy például nem egyformák az embereknek az illata is, a verejtékmirigyeknek a termelőképessége, illetve szaghatása. Ezért is van az, hogy szoktam mondani, hogy
különféle parfümökkel, ne menjünk oda erős illatokkal a méhekhez, amikor tanítom, meg fiataloknak szoktam mondani, hanem akkor csak megfürödve, szappannal tisztálkodva menjünk oda, mert nagyon érzékenyek ezek a rovarok. És igen, megérzik az erős fokhagyma illatot, az aloverás illatot, akkor a parfümök illatát, a dezodorok illatát megérzik, és ezek irritálják őket, és akkor elindul bennük, pláne a genetikailag is, most a méheket mondom, az anya egy erős támadó képességet örökít át, mert van család és család között különbség van, van nekem is olyan családom, ami nagyon szelíd, és van olyan családom, ami rendkívül agresszív. És akkor azokat még különösebben kell kezelnem, ez pedig elsősorban az anya örökíti az agresszivitást, és így van az, hogy odavágódik, odacsapódik. Járok gyermekekhez is iskolákba előadást tartani, és amikor a méhészeti téma feljön, akkor mindig fel szoktam tenni a kérdést, hogy ki az, akit már megszúrt a méhecske, és akiket nem, azoknak üzenem a kedves szülőknek haza, hogy legyenek szívesek elmenni allergiavizsgálatra, megnézni, hogy mennyire allergiás a kis szervezetük. A gyerekeknek nyilván, a gyerekeknek, ha őket csípjük. Nos, hát ha már a csípésről beszéltünk, szerintem itt az ideje, hogy egy külön adás alkalmával beszéljünk a csípős rovarokról, és különösen szeretném, hogyha kiemelten a méhekről, mert Sipos gazda, Sipos József növénydoktor egyébként méhészkedik is, és én ismerem az ő méhészkedésének az eredményét is, meg aztán, hogy tud róluk beszélni, ez megér egy újabb adást, úgyhogy várjuk Önöket vissza a tisztelettel. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, Sipos Józsefnek, Sipos gazdának a szakértést, és hogy elfáradtál ide Szarvasra a stúdióba. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm a kedves televízió nézőknek a figyelmet. Kedves nézőink, szép estét, majd szép reggelt kívánunk. Sipos Józseftől elköszönünk, de visszavárjuk. Viszontlátásra. Viszontlátásra.